Sok kérdés merült fel a távhőszolgáltató váltással kapcsolatban. Néhányat Pintér polgármester személyesen is tisztáz egy a közösségi oldalán megjelent videóban. Tisztelt Dunai Városiak! Azt ígértem önöknek a megválasztásom előtt, hogy polgármesterként mindent megteszek annak érdekében, hogy télen egyetlen Dunai Városinak se kelljen fagyoskodnia a lakásába, és ne kelljen vizet forralnia a fűtéshez. Önök pedig azért választottak meg, mert tudták, bárkivel hajlandó vagyok konfrontálódni annak érdekében, hogy azt végig is vigyem. Arról, hogy pontosan mi történt a szolgáltatóváltás során az önkormányzat hivatalos weboldalán, a www.tunajváros.hu oldalon minden információt napra készen olvashatnak, néhány felmerült kérdésre azonban személyesen én is szeretnék választ adni. 2010-ben elsősorban azért kezdtem el politizálni, hogy síkra szálljak a közösségre káros összefonódások ellen, és én ilyennek tartottam, és tartom most is, Pomázi Csabát, akinek szövedvényes céghálója polipként csavarodik Dunajvárosra. Pomázi Csaba távhőmágnás az ország számos városában vált hírhetté pont úgy, ahogy újvárosban is. Több mint tíz éve harcolnak ellene azok, akik tisztességesen vezetik a városukat. Szegeden, Kiskunfélegyházán és Szexárdon már ajtót mutattak nekik. Dunajvárosban is rég szerződés kellett volna már bontani velük, de jobb később, mint soha. Aki követte az eddigi közéleti működésemet, az láthatta, hogy első pillanattól kezdve felléptem ellene. Soha nem jelentett problémát számomra az, hogyha kell, akkor politikai ellenfeleimmel a fidesz fogja össze annak érdekében, hogy ettől a poliptól megszabaduljon a városunk. Sajnos az előző vezetés végül sosem jutott el ebbe az ügyben odáig, hogy a szavakat tettekre váltsa. Míg a város távhőjét a Vosmi biztosította, sohasem fordult elő, hogy kimaradások, problémák legyenek. Mióta azonban a pomázi cégcsoport rátette a kezét a város fűtésének minden elemére, folyamatosak a problémák. Így Dunajvárosban természetes lett, ami máshol elképzelhetetlen az, hogy családok ezrei kénytelenek klímával rásegíteni a fűtésre, és a tűzhelyen vizet melegíteni ahhoz, hogy a gyermekeiket meg tudják fürdetni. Itt természetes lett, hogy az idős emberek pokrócban ülnek a nappaliukban, hogy meg ne fázzanak. Idén februárban szintén előzetes tájékoztatás nélkül zárták el a fűtést az egész városban. Ezt azzal indokolták, hogy erre az önkormányzat 2,6 milliárd forintos tartozásai miatt került sor. Akik most a DVCH állításai miatt követelnek magyarázatot, azoknak szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a megvizsgálata kimondta, ez hazugság. Természetesen ezt a lépést törvény szerint akkor sem tehették volna meg, ha igaz lenne ez a tartozásról szóló mese. De mégis megtették. Bementek az óvodáinkban és a bölcsödénkben, és úgy zárták el a fűtést, hogy erről nem is szóltak. Közben a gyermekek bent aludtak, játszottak. Hölgyeim is Uraim, mit várunk ettől a cégtől, mit várunk ennek a cégnek a vezetőitől? Én arra kérem önöket, ne hagyjuk magunkat belesüppedni a megszokásba abba, hogy a DVCH azt csinálja velünk, amit kedve tartja. Súlyos pénzt fizettünk a távhőért, jár nekünk a tisztességes szolgáltatás. Ne hagyjuk ezt szó nélkül. Meggyőződésem, mindezek után a DVCH-val egy dolgot lehet tenni, megmutatni nekik, hogy Dunói városon kívül tágasabb. Ezt a munkát kezdtük meg. Ahogy önök is látják, itt sem tapasztalunk tőlük semmiféle együttműködést, ehelyett önöket, a fogyasztóikat fenyegetik. Amikor a szolgáltatás akadozott, vagy nem is volt, nem volt ekkora hangjuk, most mégis balkáni stílusú fenyegetésekkel követelik önöktől, hogy fizessenek. Nem vagyunk meglepve, hiszen ezzel próbálkoztak szexárdon is. Jogtalanul akarnak pénzt szerezni önöktől. Szexárdon ugyanígy jogosulatlan számlák kibocsájtásával verték át a fogyasztóikat. Legyenek kedvesek, ne dőjenek be nekik. Ne fizessenek egy fillért ennek a cégnek. A magyar energetikai és közműszabályozási hivatal állásfoglalása egyértelmű. Július egyutáni távhőfogyasztást a DVCH nem számlázhat, tehát ezért késedelmi kamatot sem számolhat fel. Sokan hiszik azt is tévesen, hogy a távhőszolgáltatásról szerződésben állnak a DVCH-val, viszont az energiahivatal döntése értelmében a DVCH Kft. távhőfogyasztói 2021. július 1-től a DVG Zrt-vel állnak szerződéses viszonyban, a TVCH-val nem. A DVCH attól sem riad vissza, hogy személyes adataimmal visszajeleve arról beszél, hogy én hogyan fizettem az általuk küldött számlát. Természetesen ők is tudják, hogy a befizetett számlával már érintett vagyok az ügyben, így pedig, mint megkárosított fogyasztó, személyesen tehetek bejelentést a hatóságoknál, amit meg is fogok tenni. Nem bújok a polgármesterség mögé, hanem mint egyszerű fogyasztó, személyesen kiállok a DVCH ellen a Dunói városiakért. Önöknek fogyasztóknak mindössze két feladatuk van. A DVCH-nak ne fizessék be a távhőszámlát, bárki bármit is állít majd, kérem tudják, én sem fogom befizetni. Emellett pedig kérem, hogy a dvgzrt nek adják meg az adataikat. Ez egy mindössze néhány perces művelet, amely akár online is elvégezhető. Bízom benne, hogy ez a pár perces feladat nem nagy ára azért, hogy december végén a visszolgáltatás biztos kezekbe helyezésével végleg mondjunk búcsút a DVCH-nak, és végre normális szolgáltatást tudjuk biztosítani az otthonaikba. Önöknek csupán ennyi a dolguk. Ebből az ügyből én nem csinálok politikai ügyet, sőt, mindent megtettem azért, hogy ne legyen az. Sajnos azonban ismét kiderült, hogy ellenfeleink nem tudnak összefogni és félretenni a politikát egyetlen szakmai ügyben sem. Ellenfeleink azt a harcot, amit a DVCH-val folytatunk, a városlakók megosztására és újabb gyűlöletkeltéshez használják fel. személyemet vagy a munkámat úgy támadja a politikailag Pomázi Csaba, és a helyi Fidesz frakció prominensei, ahogy akarják. Az viszont főben járó bűn a szememben, ha városlakókat össze akarják zavarni, városunkat pedig anyagilag megkárosítani azzal, hogy elbizonytalanítják őket abban, kinek fizessék a tárfőt. Persze az önkormányzat és személy szerint én is számtalan csatát fogunk még vívni a Pomázi cégcsoporttal, ez azonban már a mi dolgunk eddig ők kugráltatták a várost, ez most fordítva lesz. A DVG ZRT minden egyes szabálytalanság miatt, amit az átvétel után észlelt a távhőrendszeren, feljelentést fog tenni. Már most nagyon hosszú ez a lista. Én annyit kérek a Dunói városiaktól, hogy ne hagyják becsapni magukat a DVG által. Számtalan hazugság és jogilag alátámasztottnak tűnő mesével fognak még előrúkolni, mert tudják, hogy ez az utolsó esélyük. Szegeden, Kiskunfélegyházán és Szexárdon már ajtót mutattak nekik, Szexárdon ugyanígy jogoslatlan számlák kibocsátásával verték át a fogyasztókat. Dunajváros az utolsó bástyájuk, tehát kapaszkodnak. Ez a városvezetés azonban ezt nem fogja hagyni tudom, hogy ebben számíthatok a dunai városiak nagy többségének a támogatására is. Köszönöm, hogy meghallgattak. A polgármester hozzátette, az önkormányzat az ügyben folyamatos tájékoztatást ad a www.dunaujváros.hu weboldalon.